20 évvel ezelőtt kezdődött egy gyűjtőmunka, amelyben Szabó Géza és Nagy Janka Teodóra a szekszárdi alsóvárosi emberek életének múltját dolgozta föl. Már akkor előjöttek olyan dokumentumok, mely a II. Világháború idejére datálódott. Akkor a cél az első világháború korának feldolgozása volt. És amikor elkészült az első világháborús könyv, mi nagyon komolyan azt gondoltuk, hogy ezzel be is fejeztük a magunk részéről, amit feladatként vállaltunk. De éreztük azt, hogy addig, amíg az első világháború hősi halottait, mártírjait, elhurcoltakat elgyászolták az emberek. Hiszen ezekről az eseményekről, disznótorokban, kukoricafosztáskor, szüretkor rendszerint beszámoltak, és az egész családban mindenki tudta az első világháborús történeteket, hiszen a szekszárdi paraszt emberek nagy része ekkor lett világlátott, ekkor járta be egész Európát. Nem önszántából, de ez is egyik eredménye volt. A II. Világháborúról viszont szinte semmi anyag nem maradt. A most megjelent könyv folytatása ennek a feltáró munkának. A szerzőpáros a II. Világháború a várost és lakóit érintő, valamint szekszárd életét 1920 és 50 közötti időszakában dolgozza föl, családi levéltárak közvetlen forrásai a személyes történelem hitelessége alapján. Ezek rejtve voltak nagyon sok esetben még a családtagok előtt is, és azt éreztük, hogy valahogy ezeket az anyagokat is egyrészt meg kellene, hogy jelentessük, másrészt pedig szüksége volt a közösségnek arra, hogy kibeszélhessék ezt az időszakot. Miért kellett ezzel ennyit várni? Azért, mert 80 év kellett ahhoz, hogy megnyíljanak az emberek. Volt, aki a gyerekét féltette, és azért nem, volt, aki meg is semmisítette a teljes anyagot. És igen, miért kellett ezzel ennyit várni? Valóban korábban kellett volna, akkor kellett volna, amikor a közvetlen résztvevők még éltek. Az elmúlt 15-20 évben, tehát amíg mi gyűjtöttük ezt az anyagot, akiktől gyűjtöttük, azok közül már nagyon sokan nincsenek közöttünk. De éppen a rájuk való emlékezéssel és emlékezés és az irántuk érzett tisztelet miatt is úgy gondoltuk, hogy meg kell csinálni, ha utolsó pillanatban is, de ezt az anyagot össze kell gyűjteni, és valamilyen módon, és méltó módon emléket állítani nekik. A források tükrözik a város társadalmának személyes történelmét, melyek sok esetben térnek el a történelemkönyvekben leírtaktól, mondta Nagy Janka Teodóra. Az én számomra ez a könyv, ez mindenféleképpen van egy személyes olvasata, és van egy városi olvasata. A személyes olvasat az azokat a mindennapi helytállásokat jelenti, amelyeket nem szoktunk feljegyezni, mert nem jellemző az, hogy naplót vezetünk a mindennapokban, nem jellemző az, hogy a nehézségeinket leírjuk, vagy az örömeinket írásban megosztjuk. Most, amikor kivételesen ilyen forrásokkal találkoztunk, 8 forrást közlünk egyébként, ezek első közlések ismeretlenek, és valamennyi a város lakói által őriztetett meg éveken, évtizedeken át. Ennek egyrészt köztörténeti jelentősége is van, fontossága is van, másrészt viszont Szekszárd életének egy eddig azért kevésbé fókuszban lévő időszakát mutatja be. Van monográfiánk, városmonográfiánk, vannak nagyon fontos összefoglaló munkák, de mégis azt kell mondani, hogy a családi emlékezet és a személyes emlékezet, hogy mit őriz, arról nagyon keveset tudunk. Szabó Géza azt mondja, egy másik városkép alakult ki benne Szekszárdról, mint amilyen a könyv megjelenése előtt volt. De egy olyan összekapaszkodó, egymásért kiálló Szekszárdot ismertem meg, amelyben nekem már kevésbé volt részem az elmúlt évtizedekben. Nagyon sok családnak az életét, a történetét most értettük meg igazán. Gondoljunk bele, ennek a városnak mintegy huszada
megsemmisült a második világháborúban. És ezeket a tragédiákat ezeknek az embereknek a nagy része magába hordta. A szűkebb közösség tudott róla, de nagyon sok család, aki itt él közöttünk, nem tudtuk, hogy miért olyan, amilyen. Számunkra nagyon sok mindent megvilágít, akár a kapcsolatrendszerekből, akár a viselkedésből, akár a rokoni viszonyokból is. A városban még nagyon sok érték van, nagyon sok megismerésre váró személyes történet és közösségi történet, hiszen ebben a könyvben ott van a szekszárdi Római Katolikus Olvasókör eddig nem publikálatlan jegyzőkönyveinek is olyan részlete és olyan részletei, amelyekben látszik, hogy mi volt fontos akkoriban az embereknek, hogy miben gondolkodtak. A könyv a Doni áttörés 80. évfordulójának tiszteletére látott napvilágot.